Az elmúlt hetet Tiszaújvárosban városban töltötte a kisvárdai futballcsapat, Révész Attila együttese nagyszerű körülmények között dolgozhatott a város sportcentrumában. Oláék három edzőmeccset is játszottak, a Tuzsér ellen egy nulla nyert a várda, a táborzáró mezőkövesdi minitornán viszont a hazaiaktól 3 0 a putnoktól pedig 4 2 vereséges szenvedett az NB2 tavaszi rajtjára készülő csapat. Az egy hét mindent összevetve jól szolgálta a kisvárda Masterwood felkészülését. Rendkívül jó körülmények között tetszettünk, mondhatom, tényleg ez a Tiszói Városi Sportkomplexum minden igényt kielégít. Uszoda, sauna, jacuzzi, műfüves pálya, négy füves pálya, konditerem, tehát minden, ami, amire szükségünk lehetett, az rendelkezésünkre állt. Minden nap kettőket edzettünk, volt három edzőmeccsünk, úgyhogy azt hiszem, hogy amit lehetett, azt megtettünk a sikeres felkészülés érdekében. Eddig ugye azt mondhattuk, hogy minden edzőmeccsünket sikerrel zártuk. Most hétvégén ugye két vereséget szenvedtünk, bár azt mondom, hogy ebből nem szabad messze menő következtetést levonni, hiszen az ötödik hét végén tartottunk a felkészülésnél, ahol természetes, hogy mindenki fásult, fáradtabb volt. Én azt mondom, hogy kezdünk összeszokni mind emberileg, mind, mind játékosokként is. Erre például további szempontok alapján is jó volt ez az edzőtábor, hogy mind emberek, mint egyéniségek közeledtünk egymáshoz. Én úgy gondolom, hogy pozitív úton járunk, de hát majd meglátjuk március 1 Apróbb sérülések, illetve betegségek ugyan hátráltatták néhány futbalista felkészülését, de komolyabb problémája senkinek sem volt, és ez remélhetőleg így marad a bajnoki rajtig. Komoly problémáink nincsenek, a Hegedűs Tibornak volt egy kisebb sérülése hétvégén, de az, hogy az első jelentéseket hallom, nem komoly a probléma, illetve a csatárunknak, a Brazil májkinak van egy kisebb ö, fajta boka sérülése, de szerintem ö, az is rendben lesz a rajtra. A Kisvárda Masszer út szerdán a cigánd lép pályára, majd szombaton a Nyíregyházi Városi Stadion műfüves pályáján egy szlovák együttes ellen tartják oláig a március 1-én esedékes Balmazújváros elleni bajnoki mérkőzés főpróbáját.